estét kívánok mindenkinek! Végéhez közeledik az adventi időszak. Azt mutatja az is, hogy ma este a negyedik utolsó adventi gyertyát fogjuk meggyújtani itt a városi koszorún. Közeledik a fény, mondtuk minden vasárnap, és most már lassan be is teljesedik, hiszen alig néhány nap, egészen pontosan 6 nap, és itt lesz karácsony. Az utolsó gyertya meggyújtásánál kérem fogadják szeretettel Podmanicz Kémre Esperes úr, Bérces Ajos lelkész úr, a református hittanos gyerekek és a katolikus betlehemesek szolgálatát. Áldás, békességet, dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves a testvéreim! Az igaz világosság, mely minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ő általa lett, de a világ őt be nem fogadta. Voltak, akik befogadták, első közülük a boldogságos Szűz Mária, aki igen szavával méhébe fogadta az Isten fiát, hogy nekünk adja megváltót. Voltak, akik jó szívvel befogadták, már a proféták közül is, és voltak, akik később ezrével és százezrével szívüket megnyitván befogadták, hogy ne sötétségben, hanem világosságban éljenek. A mai estén, amikor a negyedik gyertya is kigyullad, elérkezett az idő teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Ő a világ világossága, és aki ő benne jár, s benne hisz, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. A 4 gyertya teljessége után már csak a betlehemi csillagra várunk, hogy teljes legyen a világosság, amit Isten ad nekünk. Kedves testvéreim, várakozunk. Jön az Úr, és fényessége beragyogja a mindenséget. Jön az Úr, és jósága beragyogja az emberek szívét. Várod a karácsonyt? Jól teszed. De az csak egy nap a sok közül, a nagy ünnep is. Ne légy kisigényű. Várd Jézust, mert nélküle nem is lenne karácsony. Ne valamit várj. Várj valakit, aki hamarosan mindened lesz. Várod az ajándékot? Várd azt, aki megajándékoz. Figyelj szüleidre, figyelj gyermekeidre, barátaidra. Ő bennük jön el hozzád a megváltó. Készítetek ajándékokat? Talán utolsó filléreidet számolod, mit kellene még venned? Légy te az ajándék. Pénzt, sok pénzt érő ajándékot akkor veszünk, szinte kényszeresen, ha nagyon üresek vagyunk, és magunkból nem tudunk adni. Kongó mély ürességünket akarjuk betölteni olyan tárgyakkal, melyeket nagy anyagi áldozattal szerzünk, odaadunk, s mi kimaradunk az ajándékokból. Pedig mi vagyunk a legdrágább ajándék, Istennek is, magunknak is. Add magad ajándékul, többet érsz te, mint az összes pénzen vehető szükségtelen olmi, többet érsz te az egész nagyvilágnál is. Látod, amikor Isten a legjobban meg akar minket ajándékozni, saját fiát küldi. Ő maga lesz az ajándék. Őt várd, őt fogad be, az lesz boldogságod, teljel Istennel, akkor tudod magadat is tieidnek adni. Ez Jézus karácsonya. Ez a fény teljessége, ez mind a 4 gyertya fénye együtt. Boldog karácsony Istennek is, neked is, tieidnek is, és az általad elfogadott Jézusnak is. Amen. Istenünk, gyújts fel szívünkbe szeretetet, fényét,
és add, hogy ez világítson mindenkinek ezen a világon, akikkel csak találkozunk, akiket nekünk adsz, vagy akikhez küldesz. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Karácsony napja, öröm ünnep, mi Úrunk Jézus megszületett, öröm van a mennyekben, öröm van a szívemben, mondja az enyémben. Öröm van a mennyekben, öröm van a szívemben, mondja az enyémben. Ha jönnék nékem a karácsony, újongó szívvel mindig várok, nem a földi jobbakért, hanem az Úr Jézusért, aki megváltott. Nem a földi jobbakért, hanem az Úr Jézusért, aki megváltott. Kárász Izabella, az ige igazság. Simeonnal, Annával várok én, advent megmagasztos idején. Amíg szívemben csend ül, és az ígéret csendül, beteljesül. Mert igazsággá lesz minden ígéret, az örök ige igazság testé lesz. Amit Isten ígér, igaz, bánatra jő vigasz, mindig is az. Amíg az ige igazsággá nem lesz, amíg egyé nem lesz bennem végs a kezdet, advent után karácsonyom, Krisztus királyt megláthatom, magasztalom. Simeonnal, Annával várok én, advent megmagasztos idején. Amíg szívemben csend ül, és az ígéret csendül, beteljesülök. Azt kívánom, minden nap karácsony legyen, azt kívánom, minden szív legyen Betlehem, azt kívánom, égi hang hassa a lelkem át, zengjek még egy Jézusom hálát, hozzannát. Karácsonykor, nem mondja azt a földön senki, hogy nem tudja, mi a szeretet. Ma örök szeretetről zengnek az angyalok dicséretet. Ne kételkedjék abban senki, hogy Isten szereti-e hát. Szeret az Isten minden embert, hisz értünk adta szent fiát. Azért nem mondja többé senki, hogy nem lesz boldog sohasem. Mert mindnyájunknak boldogíthat az üdvözítő kegyelem. Hogyha angyal lennék, szépen énekelnék. Ha kis pásztor volnék, eléje borulnék. De csak gyermek vagyok, neki mit adhatok? Te adsz nekem, tudom, új szívet, Jézusom. Úgy szeretném, ha szívem kicsi ászol lenne, karácsonykor az Úr Jézus megszületne benne. Befogadnám, betakarnám, illattal beszórnám, hideg széltől, deres csoktól, szeretettel óvnám. Elringatnám szent álmait, rózsákkal behintném, srángborulna csillagostól, égi szent éj. Jel, Uram, vállak, jövel, szívemet kitárom, születésed áldott percét, örömtelve várom.
hogy a Jézus hol született. Nincsen a világnak olyan fogadója, mint a betlehemi gazda istálója, megszentelte Jézus rangja nagyját tette, tündöklő szép csillag ragyogok felette. Csak a szívem lenne szebb és nagyobb ennél, ó kedves Úr Jézus, ha ott megszületnél. Megtisztított szívem, én most felajánlom, szülessél meg benne, Jézusom, királyom. Kicsi jelszól a szívem, Jézusomnak készítem. Kicsi gyertya örömem, ő elje ezt viszem. Jöjj, ó, jöjj el, Jézusom, készen vár a kenapom. Szeretnék csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát, csak egy száldeszka lenni, mely szakadékot ível át, csak egy kanálka mézé lenni, legyen az élet édesebb, csak egy segítő kézé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Messze-messze földön, valamikor régen, hideg istállóban, rongyos falu végen, kicsi kuckójában, kerek nagy világnak, kisfia született egy édesanyának. Szalmás, kemény jászol volt az első ágya, nem volt inkecskéje, tolpihés durnája. Semmije, semmije sem volt szegénykének, nem volt a világon nálánál szegényebb. S mégis azon éjjel megnyíltak az egek, zengve földre szálltak angyali seregek. Messze napkeleten fényes csillag támadt, királyok hódoltak Mária fiának. Messze volt, régen volt. S mégis minden évben ezen a szent estén ünnep van az égben. Ünnep van a földnek minden szegletében. Ünnep minden gyermek boldog kis szívében. Kis házban, nagy házban csak róla beszélnek. Érte van az ünnep, neki zeng az ének. Békét tőle kérnek, csodát tőle várnak. Dicsőség, dicsőség Isten szent fiának. Adjon az Isten áldásos jó estét, a kis Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, róla jó hírt hoztunk, fogadják szívükbe mind, amit most mondunk. Abban az időben történt, amikor Augustus császár rendeletet bocsájtott ki, hogy az egész földkerekséget számlálják össze. József is elment Galilea, Názáret nevű városából, Judeába, Dávid városába, Betlehembe,
hogy feljegyeztesse magát Máriával, a feleségével együtt, aki éppen áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte egy szülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabadban, és éjnek idején őrizték nyájukat. Jó pásztorok, békés népe! Este van, nem pihennétek? Én egy kicsit álmos vagyok, amíg alszom, virasz. Juhászim, pajtásim, de elaludtatok. Ezzel a nagy nyájjal egyedül hagytatok. Úgy alszik itt mind, mint az összeesett duda. Ilyen hideg éjjelen talán nem is csuda. Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát szemem. Egy szép csillag, amint száll, rozzant pajtánál megáll. Küldött engem Isten, hogy az örömhírt hirdessem, hiszen ma megszületett, aki megjövendöltetett. Új örömet mondunk nektek, kik itt jelen vagytok. Megszületett Betlehemben a ti megváltótok. Rossz tisztálóban, szalmában, jászolban fekszik a messiás ebben a nagy fagyban. Jöjjön öreg Betlehembe, is Jézuskor dicsőítésére! Ne féljen, kendőreg, velünk van az Isten! Tehát mit vihetnénk a kis Jézusnak ajándékul? Egy bárány, egy sajtot, ilyen szegény pásztoroktól, ez is elég lészen. Talán még az aranynál is többet érez. Miután az angyalok felmentek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe. Gyorsan útra keltek, s megtalálták Máriát, Józsefet, s a jászolban fekvő kisdedet. Pásztorok, pásztorok, örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntés mondanak a kisdednek, kiváltságot hozott az embernek. Dédeljünk le, pásztorok! Holduljunk előtte! Tárjuk ki szívünket, nyissuk ki lelkünket! Kérjünk áldást nyájunkra, kegyelmet jó magunkra, a kis Jézuskától! Édes kicsi Jézus, legdrágább pásztorunk, szegényes bölcsődet buzgón körül álljuk. Öreg vagyok én már, ó mennyire vártunk, kicsi kis Jézus, messiás királyunk. Nem jöttél bíborba, nem jöttél bársonyba, csak egy szegényes, hideg, rongyos istállóba. Nem hoztam te néked ajándékod drágát, csak buzgó szívemnek glóriás imáját. Köszönjük, hogy értünk, lejöttél az égből, kire várt a világ több ezer évtől. Szeretünk, imádunk, átölelünk százszor, ezzel vigasztallak én, az öreg pásztor. Én álltam őrséget az angyali szónál, én állok őrséget most is a jászolnál. Drága kicsi Jézus, fogadd el ezt tőlem, hisz bölcsödhöz oly sietve jöttem. De tovább vírasztok, vigyázok álmodra, hisz ez minden, mit nyújthatok számodra. Szegény vagyok, mint te, szegény ifjú pásztor, de a szívem boldog, s gazdagabb, mint máskor. Vedd le, pásztor, a bundád! Takard be a kis Jézuskát! Mert neki nincsen bundácskája, ázik-fázik talpacskája. Drága kicsi Jézus, még csak takarót sincsen. Szeretettel adom neked kopott pásztorszűröm, én az éjszakát nélküle is tűröm.
Kis Bojtár vagyok én, a gazdám portáján, a legkisebbik pásztor Betlen határán. Nincsen pénzem, kincsem, csak egy kis furujám, mely oly boldogan szól ezen az éjszakán. Fel nagy örömre ma született, aki utána földepedett. Mária karján égi a lény, isteni kisdet szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet. Nem ragyogó fény, közt nyugoszik, bár sonyos ágya nincs neki. Csak ez a szalma, koldusi hely, rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az ég és földi király. Vége van a játékunknak, befejezzük szépen, őrizzék meg a szívükben boldog emléképpen. Befogadtak, meghallgattak, Isten áldja érte, mindnyájukat erő, épség, boldogság kísérje. Szálljon át a mi örömünk, kedves mindnyájukra, békés, boldog, szent karácsony legyen otthonukba. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jelenlévő izsáki testvérek, polgártársak! Az elmúlt hetekben sok élményünk volt, de volt egy tanúság is, és ezeket nem csak elég átélni, hanem ezekről beszélni is kell. El kell mondani, hogy milyen jó együtt lenni, el kell mondani, hogy mindazok, akik feladatot kaptak, milyen nagy szeretettel, milyen nagy fölkészültséggel, sőt többet is adva, mint amennyit elvártunk tőlük, élvezhettük ezeket a vasárnap estéket. Most szeretném megköszönni az önkormányzat nevében és mindannyiunk nevében azoknak szolgálatát, akik vállalták a rábízott feladatokat, és mindenképpen megköszönni azt, hogy az a közösség, amely létrejött itt a város főterén, a Gyertyán körül, az mennyire föltüzelt mindannyiunkat, akik az ünnep finisébe érkeztünk, hiszen a ránk következő hét az, amelyben különösképpen rá kell készülnünk arra, hogy az az összetartás, az a szeretet, az az egymásra való számítás és az egymásnak való segítés, sőt az egymásnak való megbocsátás is hadd legyen igazán olyan erő, amely az ünnepet szentté, tisztává, előbbre vívővé teszi. Így köszönöm meg nem csak annak az ötletét, aki néhány évvel ezelőtt elmondta, hogy milyen jó lenne, hogyha itt Izsákon is tartanánk ilyen gyertyagyújtó ünnepet. Megköszönöm azoknak, akik műszaki adottságaikból, tehetőségükből ezeket a szép gyertyákat fölállították, és megköszönöm mindazoknak a szolgálatát, akik lelki tanácsot adtak, és azoknak a szolgálatát, akik idősként és egészen fiatalként is ide álltak, hogy bizonyságot tegyenek egymás iránti szeretetükről. Így kívánok ezzel a köszönettel áldott, békés ünnepet mindannyiójuknak, akik most itt vannak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves jelenlévők, hadd folytassam ott, ahol Pérces Lajos lelkész úr, az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke befejezte. Igen, ezek a gyertyák itt úgy fölmelegítettek bennünket vasárnapról vasárnapra, és ugye a negyedik gyertya meggyújtásával végül is eljutottunk az adventi időszak végéhez. Valóban a várakozásunk immár be fog teljesedni, 6 napot kell várni, és itt van karácsony. Itt van karácsony a maga teljes fényével, azzal a fénnyel, amelyet ezek a gyertyafények vasárnapról vasárnapra előkészítettek számunkra. És ugye amikor az első gyertyát meggyújtottuk 4 héttel ezelőtt,
akkor ugye arról azt mondtam, hogy ez a békesség gyertyája. Azt kívánom, ahogy akkor is mondtam, hogy ez a békesség szálljon közénk, és legyen velünk ezekben az ünnepi napokban, és legyen velünk végig a következő esztendőben is. Legyen békesség úgy közöttünk, hogy egymással tudjunk békében lenni, tudjunk a világgal békében lenni, és önmagunkkal is tudjunk békében lenni. Mert ha magunkkal békében vagyunk, akkor mindenkivel békében tudunk lenni. A második vasárnap meggyújtott gyertya a hit gyertyája volt. Ugye a hit az egy nagyon-nagyon fontos dolog az ember életében. Vannak, akik olyan hittel várják karácsonyt, hogy ekkor eljön a világ világossága, Jézus Krisztus, aki megváltotta ezt a világot. Vannak, akik másképp várják ezt a karácsonyt, de bennük is ott a hit, hogy ez az ünnep valahogy mindannyiunkat közelebb tud vinni vallási felekezetre való tekintet nélkül a békességhez, az első gyertya üzenetéhez, a szeretethez, a harmadikéhoz, és ahhoz, hogy tényleg ez az ünnep bensőséges legyen, és a család és a szűkebb közösség is egymásra találjon, hogyha netalántán valamiféle békétlenség volt esetleg korábban is köztünk. A harmadik gyertya, ugye, ahogy jeleztem is, a szeretet gyertyája, vagy az öröm gyertyája, ahogy múlt héten is beszéltünk erről. A szeretet tulajdonképpen az az élesztő, amely az emberi életet valójában egybe tudja tartani. A karácsony, ahogy itt ma is többször szó volt róla, és mi is beszéltünk már róla, egyúttal az ajándékozás ünnepe is. A legnagyobb ajándék elhangzott ma is, múlt héten is, Jézus. Az Isten ajándéka, Jézus, akit elküldött közénk. De az emberi ajándékok is nagyon fontosak ilyenkor, mert jelzés értékűek. De nagyon fontos az is, azt gondolom, hogy az ajándék az ne legyen cél, hanem az eszköz legyen. A cél az legyen, hogy a másik érezze azt a szeretetet és azt a megbecsülést, amit ezzel kifejezünk ilyenkor. De ezt érezze úgy, hogy ez most kifejeződik, de nem erre a két napra korlátozódik, hanem az egész esztendőre. A negyedik gyertya üzenete, amit ma gyújtottunk meg, az a reménység. Ez is egy olyan fontos része az emberi életének, ami nélkül tulajdonképpen nem is lehet élni. Hogyha nem remélhetnénk abban, hogy az előttünk álló idő, ami kiszabadik valamennyiünknek, az békességben, szeretetben és örömben telik, akkor bizony nagyon szomorúak lehetnénk. De ezek a gyertyák megüzenik nekünk a békességet, a hitet, a szeretetet, és egyúttal a reménységet is. Én azt gondolom, hogy amikor a karácsony estén majd a karácsonyfa gyertyája is kigyullad, és jelzi, hogy most már tényleg beteljesedett a karácsony, a négy adventi gyertya után az összes fény a miénk lehet, akkor gondoljanak arra a közösségre, és akik vasárnapról vasárnapra ide eljöttek, együtt voltunk és együtt örültünk annak, hogy közeledik az év legszebb ünnepe, közeledik karácsony. És engedjék meg, hogy mivel már az új esztendőig valószínűleg nem fogunk találkozni így együtt, bizonyosan nem, ezekkel a gyertya üzenetekkel, tehát a békességgel, a hittel, a szeretettel és a reménységgel kívánjak önöknek boldog 2012-es esztendőt, és még egyszer aláhúznám, és nagyon-nagyon kívánom, hogy ezek az értékek, amelyeket ezek a gyertyák közénk hoztak, és figyelmeztetnek ezekre bennünket, ezek az értékek legyenek velünk 2012-ben is végig, és jövőre, amikor majd a következő évre készülve, a következő karácsonyra készülve itt fölgyűjtjük ezeket a fényeket, akkor esetleg beszélhessünk arról, csöndesen vagy akár hangosan is, hogy igen, ezek a fények, amik idén eljöttek közénk, végig kísértek bennünket, és a 2013-as esztendőre készülve és a 2012-es karácsonyra készülve elmondhatjuk magunkról, hogy megfogadtuk ezeket az üzeneteket. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer, hogy ilyen sokan minden alkalommal eljöttek, mert ahogy mondtam múltkor is, én kaptam itt szót, vagy én, nekem van lehetőségem, de én azt gondolom, és gondolatban mindenki megszorítja a mellette lévő kezét, mert kifejezik ezek az alkalmak azt, hogy igen, együtt vagyunk, izsákiak együtt tudnak tartani, és a karácsony ugyanegy családi ünnep, és most már innét kezdődően, hogyha hazamegyünk, akkor a karácsonynak azt a oldalát fogjuk erősíteni, hogy a családon belül kezdünk el ünnepelni, de ne feledjük, hogy itt is öröm volt együtt lenni, és bízom benne, hogy jövőre is sokan fogunk találkozni. Szép, békés, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!